ahogy mondtam, Kánya Kingával és Nyári Lucával beszélgetünk. A gyászra fogunk fókuszálni, de muszáj, hogy előtte egy picit beszéljünk a film első feléről, ami viszont nekem a jelek sokaságáról szól. És itt a Lucát fogom megkérdezni elsőre, azért, mert elég nyíltan beszéltél arról, hogy a te depressziót hogy mutatkozott meg, amikor az anyukádat elvesztetted utána, hogy nagyon, nagyon szétesett volt, hogy nem a családdal töltötted az időt, hanem mindenhol máshol. De engem az nagyon érdekel, hogy számtalan jelet látok ebben a filmben, amiből akár következtetni is lehet arra, hogy valaki bajban van, mondjuk ahogy nem számít az élet, vagy nem számít az, hogy eltévedünk, nem számít a mások véleménye, ahogy a szellemvilág bejön a képbe. Szóval nagyon sok ilyen jelet látok. Amikor te átmentél egy ilyen időszakon, te akartad direkt felhívni a figyelmét a többieknek arra, hogy bajban vagyok, vagy az ember csak csinálja, amit érez belülről, és az néha az, hogy az élet nem fontos, hiszen aztán ő például eljut odáig, hogy el is dobja magától. Szerintem az én reakcióm ezekre a történésekre a saját életemben abból a szempontból egy kicsit más volt, hogy én alapból egy nagyon kicsapongó alkat vagyok, és soha nem tudtam csendben szenvedni. Tehát ha velem valami nem volt rendben, az mindenkinek nagyon-nagyon egyértelmű volt a környezetemben, mert egyszerűen olyan alkat vagyok, aki nagyon nehezen rejti el az érzelmét, viszont ebből a szempontból azt gondolom, hogy Milán a filmben egy sokkal tipikusabb példája volt ennek, mert nagyon sokan voltak a környezetemben, akikről én is évekkel később tudtam meg, mondjuk, hogy szuicid voltak egy időben, vagy hogy így ilyen gondolatoktól szenvedtek, és szerintem nagyon sok kamasz ezt kicsit csendesebben dolgozza fel, szóval látod, hogy nincsenek jól, és szerintem hogy a filmben is látszik ugye ezekből a reakciókból, hogy mennyire egy mindegynek lát egy csomó dolgot, és hogy egyszerűen nincsen meg ez a kapaszkodója az életnek, ami egy egészséges embernek megvan, viszont mégsem egy olyan kétségbeesett kietes, mint ami szerintem az én reakcióm volt. Az oké, az a kívülállóknak nehéz, hogyha minden nagyon hangos, és nem tudom megítélni, hogy a hangerő mit jelent. De az érdekel, hogy te belülről érezted, hogy vegyétek már észre. Vagy ilyen gondolatod nem volt? Nehéz, mert ez szerintem az egésznek, amit végül meg tudtam fogalmazni ezzel kapcsolatban magamról, az, hogy amiről én azt gondoltam, hogy nem akarok élni, az igazából az volt, hogy így nem akartam élni, és szerettem volna, hogy erről tudjanak más emberek, csak közben meg annyira szégyelli is egy csomószor az ember ezeket a gondolatokat, hogy akkor is, ha szeretnéd, hogy észrevegyenek, és van valahol mélyen belül egy ilyen célod benne, ezt nem tudod így kimondani magadnak, és nem tudod ennyire egyértelműen jelezni a környezetedben élőknek sem egy csomószor. Azt tudom rólad, mert ezt elmesélted veled, tehát nyilvános az információ, amit most mondok. Bármit lehet kérdezni. Hogy volt olyan eseted, ami viszont nagyon közel állt ahhoz, hogy átléped ezt a határt. Tehát, ha jól tudom, volt olyan, hogy fölmásztál egy hídra, nem teljesen józan állapotban, ebben nem vagyok biztos. Nagyon sok hülyeséget csináltam, ez volt az egyik. Na de ez tényleg a konkrét életveszéllyel való játék. Ez gyakran előfordult? Nekem inkább sokszor ebben nyilvánult meg, mert egyébként szerintem sok kamasz van így vele, hogy nekem ez az önpusztító viselkedés, ezt máshogy is hívják egyébként, tehát ez a nem öngyilkossági célú önbántalmazás, tehát amikor igazából olyan helyzetekbe kevered magad, amikben akár meg is halhatnál, viszont valójában nem ez a célod vele, hanem tényleg ez a segélykértés, és nekem sokkal több ilyen volt szerintem, hogy nagyon sok olyan helyzetbe helyeztem magam a gyászoló kamaszként, amiben eshetett volna bajom, és reméltem, hogy fog is, mert hogy ez egy kicsit nekem valahogy ez volt a fejemben, hogyha egy idióta vagyok, és berúgtam, és leestem egy hídról mondjuk, akkor ez a családomnak kevésbé fog fájni, mint hogyha azt gondolják, hogy én ezt direkt csináltam. És hogy azért volt egy ilyen gondolat is ezzel kapcsolatban a fejemben. De amit most megfogalmazol, azt már csak utólag tudod megfogalmazni arra, hogy miért másztál fel egy hídra, tehát a felmászás pillanata az mi? Az a buli? A kétségbeesés szerintem, vagy lehet, hogy inkább ezt lehet, hogy nagyon szerettem volna, hogy bármi kirántson engem abból az állapotból, amiben akkor voltam, és nagyon-nagyon sok mindennel hajlandó lettem volna kiegyezni, ha utána nem így érzem magam, vagy nem érzek semmit utána. És te tudatosan jutottál el odáig, hogy öngyilkos leszek, vagy nem? Nem tudom, hogy mennyire lehet tudatosnak lenni ebben, hogyha az ember 15-16 éves, mert nem fogod fel. És szerintem ebből a szempontból nekem nagyon fontos volt ez a film, mert azt látom, hogy én ugye az öngyilkosság témában írtam a saját első, vagy ez a kamaszkori gyászfeldolgozás depresszió öngyilkosság témában írtam az első könyvemet is, és nagyon fontos ennél a témánál az, hogy
hogy mit mutatunk az egy sikeres öngyilkosság után. Tehát nekem például ez egy nagyon, mondjuk a 13 okon volt című sorozat és könyv, ez nekem egy nagy ellenpélda volt, mert például az Amerikai Pszichológusok Egyesülete azt ajánlja, hogy ne mutassuk kamaszkorú öngyilkosságoknak ezt a nem tudom, mit eszembe írtam magyarul, de hogy ez az aftermath, ami utána történik, mert nem utassuk a gyászolók reakciót, mert nagyon sok kamasz fejében pont az van ilyenkor, hogy ha meghaltam volna, akkor szerettek volna, értékeltek volna, akkor tudnák, hogy mit csináltak velem, és hogy akkor sokkal szebben gondolnának rám, ha már nem lennék itt. De hogy ezt nagyon sok esetben veszélyes mutatni, mert ha egy kamasz ezt romantizálni tudják nagyon sokan, ha mutatjuk ezeket a reakciókat, akkor azt gondolják, hogy igen, engem is sajnálnának, ha meghalnék. És ez a film abból a szempontból szerintem nagyon-nagyon jól kezelte ezt, hogy annak ellenére, hogy mutatták a többiek reakcióit, azt is nagyon jól bemutatta, hogy mennyire végleges, hogy ez az ember már nincsen ott közöttük, és hogy tényleg elvesztették, és hogy milyen romboló hatással van egy csomó másik emberre körülötted, ha ez megtörténik. Hogy hiába mutatták az utóhatásait ennek a cselekedetnek, egy olyan fényben tudták bemutatni, ami nem romantizálja az öngyilkosságot, sőt, még inkább megerősíti azt a tanulságot belőle, hogy igen, lehet, hogy hiányozna embereknek, de nem lesz elít, hogy ezt lásd, és nekik is iszonyatosan rossz lesz nélküled. Szóval nagyon ritka, hogy ezt valami ennyire felelősség teljesen fel tudja dolgozni, és szerintem ez ennél a filmnél sikerült, és talán ez volt a kedvenc tulajdonságom. Aha, tehát, hogy megmertem mutatni a gyászt, és nem romantizálta mégsem azt. Kinga, te mit gondolsz erről? Egy romantikus gyászt mutatott a film, vagy nem? Én nagyon szeretem azokat a feldolgozásokat, amik bátrak. Tehát abban az értelemben bátrak, hogy nem akarnak minket megkímélni, mint nézők, hanem megmutatják azt, ami van. És azt gondolom, hogy ez a film ez olyan volt, hogy nem akart megkímélni attól, amitől így a hétköznapi életünkben akár a gyászolókat megpróbálják megkímélni. De mi az, amitől szerinted a hétköznapi életben megkíméljük a gyászolókat, ez a film pedig nem? Hát például az is, hogy megmutatta azokat akár ambivalens, szélsőséges, nehéz érzéseket is, amik ebben kapcsolatban vannak. Tehát egyfajta engedélyadás is volt benne, ami sokszor például a gyászkísérőkhöz azért jönnek emberek, mert hogy ezt a saját közvetlen környezetükben sem tudják megtapasztalni. És hát ugye nagyon sokszor a család, hogy mondjam, területére van utalva ez a fajta támogatás, akár egy gyászolónál, akár egy nehéz helyzetben lévő fiatalnak a segítésénél, de hogy a család sokszor pont ezt nem tudja megtenni, főleg, hogyha a többiek is gyászolnak, vagy azért, mert egyszerűen nincsen eszköztáruk, és mondjuk ez az izoláció, vagy ez a fajta ilyen elmagányosodás, ami ebben benne volt ebben a filmben, az nagyon jellemző ezekben a helyzetekben, és most nem kifejezetten csak az öngyilkosságra gondolok, hanem szélesebb értelemben a halállal, illetve a gyásszal kapcsolatos viselkedésre. Azt nem tudom eldönteni magamban, hogy a gyász ez egy egyéni műfaj, vagy egy közösségi műfaj? Ez egy nagyon jó kérdés, és hogy pont ebben is láttunk szerintem egy ívet, mert hogy nagyon sokszor, főleg azt gondolom, hogy egy kicsit ebbe a kritikai pszichológia irányból közelítek, hogy nagyon sokszor pszichológizálunk valamit, amiben van egy nagyon masszív közösségi megtartó igény, és amit te is mondtál, hogy azért azokban a közösségekben, amiben például fiatalok kapcsolódnak egymáshoz, akár a szerelmen keresztül, akár az életörömön keresztül, akár az identitás keresésen keresztül, egy olyan fiatal, aki mondjuk gyászol, vagy akiben nehéz érzések vannak, vagy más, mint a többi, vagy akár nem diagnosztizál, de érezhetően valami fajta nehézséggel küzd, ő nagyon el tud távolodni, és a közösség tagjai sokszor nem tudnak neki ebben segíteni, miközben hogyha mondjuk lenne edukáció ebben kapcsolatban, vagy akár hogyha középiskolát nézünk, akkor a tantervben is rengeteg olyan irodalmi mű, vagy bármi olyan terület van, ahol a kollektív tudáshoz, vagy azokhoz a szimbólumokhoz, ami azért itt is megjelent, a halotti maszk, a rituálék, a szertartások, vagy bármi. Tehát, hogyha ehhez jobban hozzáférnének közösségi szinten akár a fiatalok, akkor rengeteg olyan eszközt kaphatnának, amivel egyébként kapcsolódni tudnának a veszteségen keresztül is. Mindjárt még akarok erről tovább kérdezni, csak egy nagyon direkt kérdést akarok föltenni a Lucának. A közösségre hogy hat a gyász? A család egy kicsi közösség. A ti családotok vajon természetszerű, hogy összetartóbbá válik, ha elveszíti az egyik legfontosabb tagját, az anyukát? Azzá vált? Nem tudom, hogy tudok erről általánosságban beszélni a szempontból, hogy én azt gondolom, hogy nekem kifejezetten fura családom van, és nagyon sok mindenre nem úgy reagálunk.
ahogy a legtöbb ember körülöttem, de minket pont, hogy nagyon széthúzott az évekre, és például a családomnak a szélesebb rétege, tehát van egy mondjuk egy 8 tagú kis családom, akikkel nagyon szoros kapcsolatom van mára, és tök jobban vagyunk, és nagyon sok időt töltünk azért együtt, viszont nagyon sokan meg mondjuk a távolabbi családból, akik meg azóta teljesen kiestek az életünkből, és nem is nagyon beszélünk velük, amióta anyukám meghalt, illetve én évekig apukámmal se voltam közel, apukámmal se álltam közel, és például a testvéremmel se beszéltem éveken keresztül, és kb. 2 éve jutottunk el odáig, hogy így ő a legjobb barátom, és mindent együtt csinálunk megint, és szerintem emiatt is van, hogy most ennyire közel tudunk lenni egymáshoz, de éveken keresztül pont az ellenkezőjét érte. És ők egymással? Szerintem ők egy kicsit jobban egymásban keresték szerintem a megoldást, mint én, tehát én mindenkitől nagyon eltávolodtam, meg az van nekem, a húgom az mindig azért nagyon apukás volt, ő apukámmal volt nagyon közel, én meg anyukámmal, és ugye miatt szerintem én máshogy is reagáltam, meg engem kicsit, nem azt mondom, hogy nehezebben érintett, mert nyilván őket is nagyon nehezen érintette, de hogy én egy csomószor azt éreztem, hogy én azt a szülőt vesztettem el, akinek én voltam a kedvence. És ugye miatt így egy kicsit nehezebb volt szerintem, hogy több idő volt ez feldolgoznom, mint a testvéremnek, de most már nagyon jól el vagyok így a családommal, de hogy azért évekre az teljesen szétzilett minket, és nagyon sokat titkolóztam a családom alatt, nem avattam be őket az életemben, nem beszéltünk meg semmit, nem töltöttünk együtt időt, és így mostanra jutottunk el odáig, hogy mire már mindketten a testvéremmel kifejlett felnőtt személyiségű emberek lettünk, hogy végre meg tudjuk ezeket beszélni, és tudunk békésen egy térben létezni, és meg tudjuk osztani egymással az érzéseinket, de ehhez nagyon-nagyon sok kis egyéni fejlődési tanulási folyamat kellett. Azért kérdeztem így konkrétan a Lucát erről, mert engem az nagyon érdekel, hogy egy közösségre van-e ilyen tankönyvszerű hatása, ha elveszíti az egyik tagját, vagy az van, hogy valamelyik közösség úgy reagál, hogy széthúzóbbá válik, valamelyik egymásba kapaszkodik, hogy ez mindenféle van, vagy azért van egy ilyen tankönyvi modell? Hát igazából az van, hogy egyénileg mindenkire más kogyhat a gyász, és ez sok embernek saját maga számára is meglepő. Tehát, hogy akkor, amikor belekerül egy közösségbe egy ilyen szituáció, akkor nem mindenkinek a gyásza kompatibilis a többiekével, és például családon belül is rengeteg konfliktus szokott születni abból, hogy nem mindenki azt kapja a másiktól, amire szüksége lenne, vagy úgy érzi, hogy nem tudja megadni a többieknek azt, amire szükségük lenne, és szoktuk is mondani egyébként, hogy a családon belül ez egy nagyon komoly konfliktus forrás, amikor közösen gyászolnak, de hogyha kiterjesztjük egy ilyen szélesebb közösségre is, akkor ez ugyanúgy elmondható. Nagyon sokat segít az, hogyha van valamilyen csatorna, ahol ez így megosztható, nem feltétlenül verbálisan, mert nagyon sokan pont nem tudnak beszélni róla, de mondjuk ennek a közösségnek a szempontjából az egy nagyon ritka, szerencsés helyzet, hogy ők újra találkoztak például. Tehát nem az volt, hogy volt egy nagyon szorongással teli érettségi, ami után ugye ez a korosztály szerteszéllyel szóródik, hanem egy olyan állapot jött létre, ahol újra össze tudtak találkozni, és ahol valamilyen formában együtt tudtak mint lenni ebben. Mint gyászkísérő, te mondjuk ezt javasolnád egy közösségnek, legyen az civil vagy intézményi, hogy egy ilyen veszteség után jöjjön össze újra, és azért itt még hatványozott a helyzet, mert ugyanazon a helyszínen jön össze újra, átélheti ugyanazokat a kalandokat, csak már valaki nélkül, sőt, létrehozhatja annak a valakinek a hagyatékát. Persze ezek mind döntések, hogy meglépik-e. Nem tudom, hogy ez szerencsés helyzet, hát ez egy összesűrített pillanat, egy nagyon megrendítő egyébként, tehát hogy szerintem a filmben nagyon megrendítő volt az, ahogy a Daninak hívták a barátját, és a Milánnak a viselkedésében felfedezzük a párhuzamokat, akár azzal, ahogy indulatosan a tűzbe bedobja a naplót, akár abban, ahogy kimegy egyedül a mezőre, akár abban, ahogy fogja a fejét. Tehát én egy kicsit azért nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy Milán bár különbözött a többiektől, de egy komoly veszteségben volt, mert eltűnt az apja. Tehát, hogy sokszor ez a sérülékeny állapot fel tud hangosítani egyébként depresszióra való hajlamot, vagy valami fajta személyiségzavart, ami utána el tud nagyon, vagy komolyá tud válni. És hát ugye egy csomó szál nem volt itt, csak meg volt pengetve, hogy hol van a pedagógus, hol van a szülő, hol van az a támogató háló, amit meg is jelent valamilyen formában, vagy annak a hiánya, ami egy ilyen fiatalt meg tud tartani akkor, amikor ennyire elszeparálódik a környezetétől. Luca, ti mit csináltatok azokkal a dolgokkal, ami egyértelműen az anyukád volt a családban? Nem tudom, mi volt ez, tehát nem ismerem a modellt, de mondjuk van, ahol
nem tudom, az anyuka az, aki minden este mondjuk vacsorát főz. Ti hogy pótoltátok ezt, vagy mit csináltatok vele? Kivettétek az életetekből, vagy új tradíciót teremtettetek rá? Szerintem nekem nagyon sok aspektus ebből az életemnek csak így megszűnt az a szerep, vagy átvettem saját magamnak. Én most már egyébként, tehát hogy szerintem azért nehéz ebből a szempontból beszélni, ez nem csak engem érintett, hogy ez kb. Az egyetlen olyan része ennek a témának, amiről abból a szempontból nehezen beszélek, hogy tisztában vagyok vele, hogy nem minden lett jól csinálva a családomban ebből a szempontból, és nem kaptam meg feltétlenül azt a támogatást, amire szükségem lett volna, akkor viszont most már felnőtt vagyok, megbeszéltük, és hogy közben meg nem szeretném, hogy hogy ez így rossz fényt vessen a családtagjámra, viszont nekem nagyon sok szempontból, amikor anyukám meghalt, mindenki kicsit feladta volna. Tehát, hogy mivel már 13-14, én anyukám halála után egy hónappal lettem 14 éves. Szóval már így azért kamaszok voltunk, elég kicsi voltam, de hogy egyedül jártam iskolába, tudtam főzni magamnak, és akkor onnantól kezdődik az, hogy magamat menedzseltem. Tehát nekem anyukám volt az, aki szülőikre járt, eljött, értem az iskolába, az összes ilyen adminisztrációs dolgot ő intézte, így ő vigyázott ránk délután, főzni azt pont nem tudott, azt mindig apukám csinálta, nagyon jól, rosszul is jártunk volna, hogyha az nem lett volna ezután így az életünkben, és hogy onnantól vagy nem jött senki a szülőimre, vagy elmentem magamnak, hazamentem egyetlen iskolába, vagy apukám hívott nekem egy Ubert. Egyszer-kétszer utána meg senki nem, a nagybátyám is elment egyszer a szülőimre, és kirúgta az egyik tanáromat, úgyhogy onnantól nem mentünk a szülőire, úgyhogy én nekem nagyon sok mindent csak átvettem így, amit pedig mondjuk vannak dolgok, amiket mondjuk én vettem át a testvérem életében is, tehát mondjuk neki másféle mentális probléma annak, mint nekem, és mondjuk nagyon nehezen hoz dönt. Amiket egy csomószor így anyukám oldott meg neki, jó, nem tudod eldönteni, hogy mit teszel, akkor én kitalálom, és hogy ezt a szerepet meg mondjuk szerintem én töltöm be most az életében, de hogy nálunk igazából csak keletkezett egy baromi nagy űr az életemnek egy csomó aspektusában, amit valamilyen szinten azóta próbálok szerintem betölteni így magamnak, és szerintem egy részét tök jól tudom menedzselni, egy másik pedig csak el kell fogadnom, hogy mindig érezni fogok ott így egy helyet, de hogy ez rendben. Én pont azt akartam kérdezni, hogy azon gondolkodtam, hogy ha sikerül pótolni, ha sikerül újra osztani a családi feladatokat, ha újra teremteni a tradíciókat, nincs az embernek lelkiismeret furdalása, hogy képes tovább lépni? De, és ezzel nagyon sokat küzdöttem, nem csak én, de más emberek is a családomban, hogy egyszerűen azt, ha valakit egyszer annyira szerettél, akkor tud az árulásnak érződni, hogyha nélküle jól érzed magadat, vagy hogyha valaki más tudsz ennyire. És ezzel a mai napig megküzdök abban, azt mondom, hogy szerintem eljutottam így arra a pontra, hogy nem is csak azért nem tudom ezt az űrt betölteni, mert az anyukám volt, és mindenkinek nagyon fontos az életében az anyukám, mert az én anyám tényleg egy olyan fantasztikus ember volt, és tudom, hogy nem csak azért mindenkit az anyukája szeret a legjobb, mert szerintem nagyon-nagyon sokan van ebben az, azt érzik, hogy a legtöbb szeretetet és támogatást azt az édesanyjuktól kapják az életükben, de hogy az én anyám az tényleg egy olyan ember volt, aki kétszer annyira tudott engem szeretni, mint más emberek, egyszerűen azért, mert többet érzett, mint a legtöbb ember. És én is ilyen vagyok, és ez egyébként ez a része ennek egy pozitív dolog abban mondjuk, hogy bipoláris vagyok, pedig egyébként nem gondolom se átoknak, se előnynek, de az mindenképpen egy olyan dolog, amit szeretek benne, hogy kétszer olyan erősen érzek dolgokat, mint emberek, tehát szeretni is kétszer annyira tudok másokat. Kétszer annyira is érzem rosszul magam, de legalább van ez a képességem, és egyszerűen tudom, hogy én még egy ilyen embert nem fogok találni az életemben, és ezzel oké vagyok, és elfogadtam, és egyre kevésbé érzem magamat attól rossz, hogy ennek ellenére is jól élem az életemet, és tisztában vagyok vele, hogy mindig lesz egy ilyen űr bennem abból a szempontból, hogy egyszerűen azt a lyukat, amit ő hagyott, azt senki nem tudná szerintem betölteni, és nem is akarom, de most már el tudom fogadni, hogy akkor is képes vagyok más embereket vinni ebbe a helyzetbe, hogyha ott laknak a szellemeim is, és együtt kell velük élniük. Azt hiszem, hogy azért nagyon jó volt beszélgetni, mert ilyen nyíltan, meg olyan tisztázottan beszélsz már ezekről a kérdésekről, de azért Kinga most így szakmailag, hogy van gyászbűntudat nélkül. Azért kezdem, amikor például ülnek a kocsiban, és azt mondja Dani, hogy nem vettem föl neki a telefont. Hát igen, nem vettem. És akkor, ha nem küldenek haza minket, másként alakult volna. Hogy mindenkibe felmerül, hogy ő mit tehetett volna másként, ad egy, ad kettő, hogy megteheti-e, hogy tovább lép. Hát meg különösen, hogyha valaki öngyilkos lesz, tehát akkor nagyon fel tud hangosodni ez a bűntudat. És hát itt elhangzott a szégyen szó is, ami szintén olyan, mint a bűntudat, hogy nem csak másoktól szeparál, hanem saját magunktól is.
Tehát, hogy nagyon kevésszer alakul ki az a helyzet, amikor tényleg őszintén lehet ülni egymással, és azt a felszabadító beszélgetést meg lehet tenni, hogy akár totálisan irracionális formában is, de megjelenik ez a bűntudat valami olyan dolog miatt, amit összekapcsol valaki avval a halálesettel, de közben csak mások tudják biztosítani arról, hogy ez valójában nincsen kapcsolatban. Tehát, hogy gyakran megjelenik, mi rendszeresen találkozunk vele, és ezért is nagyon fontos a közösség egyébként, meg a kapcsolódás, meg annak a kultúrája, hogy hogyan tudunk egyébként a veszteségeken keresztül kapcsolódni, mert ezek a beszélgetések csak így jöhetnek létre, és ezek a feloldások is csak így jöhetnek létre. De van olyan okos, borzasztó szószetétel, de idealizáljuk. Van-e olyan, hogy okos gyász, ami ki tudja kerülni ezeket a buktatókat, vagy aki nem vallja be a szégyenérzetét, vagy nem vallja be a bűntudatát, az egyszerűen inkább csak nem mondja ki. Én néhány dolgot így szeretnék a gyászsal kapcsolatban így letisztázni, tehát, hogy bár régóta foglalkozom vele, de engem minden alkalommal érnek meglepetések, hetente jönnek gyászolók, gyászcsoportok. Tehát, hogy amellett, hogy a gyász egyéni, amellett nincsen okos gyász. Tehát a gyásznak pont az a lényege, hogy egy borzasztó sérülékeny állapot, amiben mindenki ahhoz nem fér hozzá, ahhoz a tulajdonságához, amivel egyébként a problémáit meg szokta oldani. Tehát innentől kezdve van egy borzasztó kiszolgáltatottság, tehetetlenség, van ez az elhúzódó jellege, amiben rengeteg ambivalencia, van szélsőség, és ennek van egy kilátástalansága, hogy mintha soha nem lenne vége, és emellett ott van az, hogy a környezet folyamatosan azt a nyomást teszi az egyénre, hogy legyél túl rajta, végezd el a munkát, haladjál benne, tehát a saját ritmusnak a megtalálására nagyon kevés esély van. És ebben a helyzetben nem lehet okosnak lenni. Ebben a helyzetben lehetünk egymással empatikusak, lehetünk egymással támogatóak, segíthetünk a szükségletek megfogalmazásában, ami nagyon eltérő lehet, de azt nem várhatjuk el valakitől, hogy legyen okos. Azt nem várhatjuk el valakitől, magunktól se várhatjuk el, hogy jól csináljuk a kiguglizott gyászszakaszok és egyebek szerint gyászoljunk. Egyrészt azért, mert nincsenek szakaszok, másrészt azért, mert hogy mindenkinek ugyanabban a veszteségben is más a gyásza. Tehát, hogy ugyanabban a helyzetben mindenki más él meg veszteségnek, és ebben nagyon nehéz egy okosságot. Még két dolgot mondanék, egyrészt az örömről. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, és én egyre többet foglalkozom vele, hogy a humor meg az öröm, és az ezzel kapcsolatos bűntudat egyébként hogyan van jelen. Egyrészt szerintem nagyon felszabadító, amikor így lehet közösen emlékezni, például akár boldog pillanatokra. Ennek ott van a másik oldala, hogy nagyon fáj egy ideig. Másrészt viszont az öröm az egy olyan erőforrás, ami ahhoz az élethez köt minket, amiben egyébként vagyunk. Tehát, hogy valahogy nem tud valaki folyamatosan gyászolni, és nem tudja folyamatosan a hétköznapjait élni. Tehát, hogy ennek a kettőnek a váltakozásában jön létre az az energia, amitől gyászolni is tud, meg az életét is tudja menedzselni, és ennek része az öröm. Tehát, hogy ebben nekünk fontos feladatunk van például, hogy engedélyt adjunk. Még kettő kérdést szeretnék feltenni nektek. Az egyik, hogy van ez az eléggé sokszor hangoztatott közhely, hogy a gyászod nem lesz kisebb, csak majd körbenövi a többi érzés. Oké, ez nagyon koeljós, de ettől függetlenül érdekel, hogy van-e bármi igazság alapja a tapasztalatotok szerint, vagy hogy ez egy jó megfogalmazása annak, ami történik ezzel az érzéssel. Én ezzel teljesen egyetértek, hogy nem is az, hogy körbenövi a többi érzés, de hogy nem lesznek kevésbé intenzívek ezek az érzések, később csak megtanulunk együtt élni vele. Tehát ugyanúgy küzdök a mai napig ezekkel gondolok, ugyanúgy hiányzik nekem anyukám, ugyanúgy fáj ez a szelete az életemnek, viszont közben sikerült felnőttem, fejlődtem annyit emberként, és nagyon sokat foglalkoztam vele, hogy most már megszoktam, hogy ott van. Tényleg nem változtak az érzéseim, csak én lettem egy kicsit. Az érzések nem lettek kisebbek, én lettem nagyobb. Csak egyet hadd kérdezzek ehhez, hogy vajon találtál-e magadnak olyan kapaszkodót, hogy hozzá beszélj, vagy az anyukádnak megmutasd, hogy ki lettél, mert egy interjúban annyira szívembe markolt ez a mondat, hogy egy pár évig nem írtál, minek írjak, ha anyám nem olvashatja el. Hogy ebben találtál kapaszkodót, hogy írsz esetleg, nem tudom, naplót neki, vagy hiszel-e abban, hogy ő föntről lát, vagy ilyen típusú kapaszkodód van-e? Nekem anyám az világi pessimista volt, és szerintem ő nem hitt volna ilyenekben, úgyhogy én sem fogok, vagy ilyen érdekes módon. Egyszerűen az ex-barátomnak volt egy ilyen tök jó mondata, mert ő fizikus volt, hogy ő azért, hogy nem egy spirituális arc, de
ahogy a fizikának az egyik szabály, hogy energia nem vészel, csak átalakul. És hogyha valami egyszer létezett, azt nem lehet így maradéktanul kitörölni a világból, és ebben valamilyen szinten hiszek. Illetve mindenkinek egyébként, külön a fiataloknak, akik ilyen érzésekkel küzdenek, vagy valaki a környezetükben ilyen érzésekkel küzd, nagyon azt tudom mondani, hogy ami engem a mai napig megment folyamatosan magamtól minden egyes nap, az az, hogy megtaláltam azt a csatornát, amin keresztül tudom kommunikálni az érzéseimet. Írok, és ez iszonyatosan boldoggá tesz, és eszméletlenül szerencsés vagyok, hogy ezzel foglalkozhatok, amit tényleg a világon a legjobban szeretek csinálni, és mindenkinek azt kívánom, hogy megtalálja ezt a csatornát. Illetve azáltal, hogy anyukám ennyire, tényleg ő volt az, aki engem mindig az írás felé mondta, ami azért érdekes, mert apukám is író, ugye, és mindenki azt hiszi, hogy emiatt kezdtem élni, és kicsit zavar engem néha, hogy ebben anyukám nem kapja meg azt a dicséretet, amit megérdemel, mert amúgy ő volt az, aki engem így nagyon nyomott-e fel egész életemben, és jó okkal. Úgyhogy, ja, csak így örülök, mindenkinek kellene, hogy meg tudja találni ezt a csatornát, mert nekem ez segít a mai napig a legtöbbet, és szerintem mindent túl lehet élni, hogyha ezt valahogyan ki tudod adni magadból, és van, mibe beleraknod ezeket az érzéseket, és mindenkinek szüksége van erre. Kinga, te mit gondolsz erről a körbenövő? Én azért, tehát azt gondolom, hogy ami a köztudatban van a gyászról, az sokszor van igazságalapja, de nagyon egyoldalú. Tehát ahogy ez az egyik elmélet, és van emellett még nagyon sok más, mindegyikben van egy igazságtartalom, de nagyon csak az egyik részét hangosítja ki. Azt gondolom, hogy a körbenövésnek nem az a lényege, hogy relativizálja a nagyságát, tehát hogy valamihez képest kisebb vagy nagyobb, hanem inkább az, hogy nagyon sokféle kapcsolódási pont alakul ki a fájdalmon kívül. És hogyha ez így el tud kezdeni sokfélesedni, így fogalmazunk, akkor ez nagyon sok szálon tud kötődni az élethez is. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy nagyon sokat olvastam arról, hogy hogyan tabusítjuk a gyászt azzal a kultúrával, amiben élünk, tehát a fiatalság kultusszal, a folyamatos jelenléttel, stb. Hogy hogyan lesz egyre nehezebben elfogadható a halál vagy a nem létezés, pont azért, mert nem hisszük el, hogy velünk is megtörténhet. És ez például nagyon érdekes, hogy ez változik-e idővel. Nem tudom, érezhető-e 10-20 éven belül egy ilyen változás, csak ha igen, akkor érdekel, hogy van-e tendencia. Hát alapvetően szerintem az, hogy egyre többet beszélünk a gyászról, az így egy kicsit érezhető. Ahhoz képest egyébként, hogy úgy volt egy ilyen szubjektív megélése mindenkinek, hogy a Covid-ban például sokkal többet beszéltünk a gyászról, meg a veszteségekről, ez statisztikailag egyáltalán nem fedi le a valóságot, bár úgy tűnt. Jobban figyeltünk rá, de valahogy a kultúránkban sokkal kevésbé épült be az ezzel való foglalkozás. Egyébként pedig én azt gondolom, hogy az, ami a halálfélelem, ez az egész valahogy a halálfélelemnek egyfajta, eltávolítása bármilyen tünettel, amit így a társadalmunk produkál, a fiatalság kultusszal és stb. Ezzel nagyon nehezen tudunk még a mai napig mit kezdeni. Akkor konkrétabban kérdezem, volt szerencsém még Polc Ellennel beszélgetni arról, hogy a gyerekekkel hogyan kell közölni, vagy hogyan kell egyáltalán beszélni a halálról, és olyan élményem is volt, hogy én beszélek a saját gyerekemmel, és valaki rám szól, hogy ez korai, miért terhelem a gyereket ilyesmivel. Az például nagyon érdekel, hogy ez változott-e. Most pont itt van még egy kolléganő is, a Napfogyatkozás Egyesülettel meghirdettünk egy pályázatot, rövid leszek, tavaly Hullámhegyek, Hullámvölgyek címmel 10 és 18 év közötti fiataloknak alkotói pályázat a gyászról. És nagyon nagy meglepetés volt az, hogy egy hónap alatt 140 alkotás jött be, vizuális, novella, vers, minden. És az van, hogy ezekkel az akciókkal azt nagyon jól el tudjuk érni, hogy azokban a közegekben, ahol erről most nincs szó a gyerekek környezetében, akár a pedagógusokon, akár a szülőkön keresztül jutott hozzájuk el ez a pályázat, azon keresztül viszont látszik az, hogy borzasztóan foglalkoztatja a gyerekeket, és hogyha van csatornájuk, akkor ők ezt használják. És hát ez egy nagyon tudatos munka, hogy ez alakuljon. Nagyon sok ilyen téveszmével találkozunk most is. Hetente találkozom azzal, hogy ki milyen
jó tanácsot ad mondjuk szülőnek, hogy hogyan ne beszéljen róla, hogyan mit mondjon, ami nem feltétlenül segít, de azt gondolom, hogy azért van egy olyan igény, és ez egyébként valószínűleg a COVID miatt is van, ahol nagyon sok pedagógus találkozott azzal, hogy valakinek a szülője meghalt, és úgy ment vissza a gyerek az osztályba, hogy egyszerűen rákényszerülnek a szereplők arra, hogy valamilyen formában ezzel beszéljenek, erről beszéljenek, és hát ami ennek az alapja az az, hogy a szülő, a szakember és a gyerek közösen tudjon ebben részt venni, de hát ebben nagyon lassú az előre mozdulás. Polcelen viszont nagyon sokat tett ezért, és hát ez egy fontos lépés is volt. Meg hát kellenek az olyan emberek, mint a Luca, akik fogják és belemondják a mikrofonba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk egy kicsit, és nektek is, hogy maradtatok. Tekintetek, mozdulatlanság, lassú mozgások, csak bámulnak és remegnek. Ha tavaly nem küldenek minket haza, akkor lehet, hogy minden máshogy lett volna.